If you don't work, you don't get. Veszünk egy izét, egy bulletproofot. Dukak is the only jeweler I trust. Oi, love, a word. You can legally own a gun. Works well in a crowded area. The wars are coming, you hear? Ennyi. Hey there, mama. How are you? Well, did you think the likeness was good? Oh, it makes my skin crawl. Catch you later, not good. Meg nekem volt egy nagyon kedvenc sorozatom. Képzeljétek el. Mentsünk egyet. Szerintem mentettem, de azért a biztonság kedvéért még egyet. Nem tudom, szerintem egyikőtök se látta. Captain Power and the Soldier of Future. Ez a címe a sorozatnak. Power kapitány és a jövő katonái. Azt hiszem magyar címmel ez volt. Egy évadot élt meg sajnos a sorozat, egy nagyon jó sci-fi volt, és nagyon régi. Sajnálom, hogy ez nem folytatódott, de szerintem a világ egyik legjobb sorozata volt. Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were. Ebben igazad van, Feri. De a mostani sorozatokhoz képest még mindig egy kiemelkedő alkotás volt. Fantastic sunsets. Let's start looking for them up there. Some bitch left me for a rapper. Szóval nagyon sajnálom. What kind of license you got? A fishing license? Igen, igen, mert 8 résznek kell lennie. És ez engem az zavaró, hogy annó a sorozatot azért nézte az ember, és azért voltak kellendőbbek a sorozatok, mert 20 részen keresztül sokkal jobban meg lehetett ismertetni a világot, a színészeket, jobban le lehetett írni egy bármit, mint egy filmmel. Egyszerűbb is volt, nem volt olyan hatalmas nagy látványvilág, nem volt egy Transformers movie, CGI-jal, meg mit tudom én, mivel megcsinálva, de szépen egyszerűen meg volt csinálva, kész. Néha olyan dolgokat, izétek, hogy ha drága lett volna egy szereplő, akkor inkább nem tették bele, hanem csak a rádióból beszélt, vagy most gondolok itt egy olyanra, hogy például a Supergirl, ami szerintem nagyon jó volt még az első pár évadban, ott például a valódi Superman-t soha nem mutatták. Mindig csak hátulról mutatták. És csak is az árnyékát. Tehát még a kosztümöt se kellett megcsinálni, hanem csak egy fekete sziluettet láttál, ami úgy áll. Nyilván az valószínűleg nem kérték fel a színészt arra, hogy álljon már ott egy csomó pénzért, hanem megfogták az dublőrrel, vagy valami hasonló emberrel megcsinálták. A Heroes-ba szerintem, amikor elfogyott a pénz a költségvetésbe, akkor egy harci jelenetet úgy csináltak meg, hogy egy csukott ajtót dörömböltek a másik oldalról, és azt mondták, hogy akkor most ott harcolnak a
az ajtó másik oldalán. Azt hiszem ez volt az első évadnak a vége. És kész. Nem vitték túlzásba, de én nekem pont ezek tetszettek. Most meg minden sorozat hatalmas nagy mozi klasszikust akar megjeleníteni szinte. Olyan effektek vannak benne, és egy nem hosszabb az egész sorozat, mint egy jobb mozifilm. Ennyi. Ha összeadjuk összesen az összes mozifilmet, például most annyit mondok, egy Akolitus, 4,5 óra. Az egy hosszú film. A Titanic hosszabb. Stone me, bloody crows. Where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking you? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Sweet. All right. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on. So what are you? This is my opinion. I'm honest. Megtaláltam a... Nem voltatok képesek 3 lépést arrébb menni? Where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Bocsánat, mindjárt szerzek egy másik autót, ne haragudjatok. 4 személyes kell. Itt a taxi. Tökéletes. Nézd meg, vissza akarja szerezni a kocsiját. Na, ez nagyon jó lesz így. Még egy kör. Megoldom. Ne a kocsi mögött táncoljál. Imádom ezeket a bugokat. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? Jó, itt lövöldözés lesz, én már érzem. That boy has gone been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. Szép Amazonok. My grinds ever since. Ja, az csak egy. Azt hittem a másik. You silly for giving me and my fellow the red bumpies. What in tarnation? I'm a fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns. Nézd meg.
You want some lead in you? I'm numb. Run like fuck. Everybody in the car! Ne menj! Haragudjatok, de... Aki rám lő... Az kap. Oi, wait for me, sunshine! Seems you boys had a good time. Hey, what about the band? We'll just have to pray they've made it to civilization. Megint levették a izémet. Which casino is it? Pajzsomat. Bulletproofomat. Nem hiszem el. What kind of tits does this Rosie have? Big floppy sausage tits? Empty saddlebags or bee stings? Rosie's a man! Stop touching yourself! It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Ah, can it, you two? Hey, he's starting it. Elvágtam az utat, mert... Most mi van a telefonban? Megfagyott? Amúgy még nem lett leakciózva PC-n a Last of Us. Remélem le lesz. Majd valamikor. $60 egy kicsit sok a mostani árfolyamon. Azt hittem arrébb megy. Hát reméljük. Addig már nem sok idő van hátra. Kemp Holt, here to see Rosie. Hey boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh god, my despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this! Come on, it's me, Kent Paul! Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Carl. Mint van. Jó játék, csak drága. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, Sam? Too numerous. Impressively insurmountable and depressingly fucking typical even to mention. It's alright, bruv. Paolo can help. Lehet. Ismerősek amúgy. Aye, for sure. Mind a kettő. Not you, Macca. Oh, you twat. Ugye a GTA 3-as karakter már volt a játékban, ő lopta le a csajunk, ő lopta el a csajunkat. Ú, tényleg el kéne menni randizni is. Hey, Woolsey. I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We could talk later. Na, respektet kaptunk. Minden van itt. Menni kell Sex Appeal-lel. Menjünk randizni. Menjünk randizni.
taxival. Ahogy kell. Taxi. Taxi. Bár lehet, hogy vigyünk virágot. Elnézést. Speak on it. All right, Cole? It's me, Paolo. Listen, Rosie's in a tangle, and I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Slip round the office and see me, double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Nyugodtan toljad. Még tán én is még nézem nálad, mert mire én valószínűleg végig tudom vinni Sevastrejko, addigra elfelejtem. Jó napot kívánok! Mit állsz ott, elnézést? Hello, CJ, what's up? Hey, what's up, baby? Hey, let's eat. I thought we'd get chased by the cops. I prefer your plan. I loved your gift, CJ. Na, nem baj, vigyük el randizni. És amúgy kaptunk puszit, vagy nem kaptunk? Tetszett neki. That was a bit of a drag. Várjatok. Ezt visszatöltem, jó? Kíváncsi vagyok. Ja, ez nem jó. Visszatöltem, és elviszem máshova. Kíváncsi vagyok, hogy mi a reakció, hogy mindenképpen amúgy megutálna, vagy csak a helyszín mindegy, mert a legutóbb is megutál. Nézést. Kiszedtem Elvist. Úristen, Elvis Presley. Lehet, hogy át kéne öltöznem? Menjünk ruhaboltba. Menjünk ruhaboltba, és vegyünk fel egy öltönyt. Ebben a pillanatban. Ne vicceljetek. Most egy kicsit lehet, hogy most egy ilyen kicsit átmegy a játék egy ilyen számomra, egy ilyen... Hát, hogy mondjam... kis trollkodásba, mert most egy kicsit monoton volt. Hey, Pablo! A zipbe megyünk, mert az kemény. Ide, a zipbe. Nem tudom, mit adnak itt, de elnézést. Én öltönyt szeretnék. Olyat. Hol lehet itt vásárolni, elnézést? Ja, itt. Nincsen ilyen kész szettek? Na. Torzó.
Itt nem is lehet öltönyt kapni. Én öltönyt akarok. Kijövök innen. Elnézést, nekem ez a bolt nem tetszik. Én nem megyek. Egy egyszerű öltönyt szeretnék. Itt lehet kapni öltönyt, elnézést. Ilyen maf... Ó, ez nem... Itt nem lehet öltönyt kapni. Hát akkor csak itt lehet. Na pedig azt hittem, hogy itt lehet ilyen mafiózó öltönyt venni. Ócóbót. Black keki. Jó lesz a black keki. Megvesszük, jó lesz. Torzó. Nagyon jó, ez lesz. Marad a szandál, nem? Tök mindegy, csak öltözzünk át. Cipő. Jó lesz a Grey Boots. Nagyon jó. Már unom egy kicsit a... ezt a zöldet. Azt mondja a Chain. Jó, hát az pont... ez nagyon rossz. Nem lehet olyat, hogy nem kérünk. Fogalmam sincs, hogy hol lehet. Egy egyszerű cap. Na hát, ennél csak jobb lehet, bárhol. Mindegy, jó lesz így, ahogy már voltam. Így. Így. Viszontlátásra. Fogalmam sincs, hogy mi az a Diddler szacs. Igen. Mindegy. Jó ez. Megyünk randizni. A legszexibb ruhámat vettem fel, amit a bótba lehet kapni. Drágám, csak miattad. Nézzed meg, szemeddel. Most elviszlek valami puccos bárba. Nem egy burgerezőbe, hanem most dinerezni viszem, és akkor hogy megutál-e úgyis. For sure. Spoiling me with all those gifts. What the heck? That's Randy. Na, oda visszem. Ide. Ilyen normális étterembe. What the? I'm out all night and sleep all day. Oh, why? I love the voice of Barbara. Attila, köszönöm szépen a követést, üdvít! I could do it a good stretch. This is so interesting. I'm just gonna listen.
itt eszik. Meg elégedett a hölgy. Jó-jój. Dula l'amour. That was delicious. Mintha Dóra mondta volna. Dóra. Dóra, álljunk meg egy szóra. Minden rosszat Dóra fordít jóra. Dóra. Figyeld a rókát, mielőtt lopna! Igen. Jó, mondjuk egy jó sztéket én sem utasítok vissza. Azért, ha valaki elvinne sztékezni, akkor az... Ennyi. Egy jó medium rare steak. Nincs hol mentenem? Ja, de ott. És hol a kocka? Ja, ott. Jó, elmegyünk menteni. Meg veszünk bulletproofot, és akkor utána visszajövünk. Nem tudom, hogy reptile ettél, mert már normális steaket én ettem. Tényleg meg tudom érteni, hogy miért az emelik ki mindig. Ez egy nagyon finom étel. Én nagyon szeretem. Ha rágós, akkor az tényleg baj, tehát annak szinte omlósnak kell lennie. Meg hát nyilván azért is mondják, hogy úgynevezett a well done steak az, ami rágós. Ugye az a észre készített, azt nagyon sokan nem szeretik, mert nyilván rágós. Valaki meg csak úgy szereti. Most ez mit akar? De egy jó médium, egy rare-t se szeretik nagyon sokan, mert nyilván az már lehet, hogy egy kicsit túlzás. Véresen. Én médiumon szeretem kicsit kicsit még talán véresebben egy médium rare-en. De médiumon is nagyon finom. Bocs, nem vettelek észre. Nem tudom. Ha bármi ilyen kérdésed van, fogalmam sincs. Kizárt dolog. Fogalmam sincs, hogy milyen missziókat csináltunk, meg hogy mi a neve. Csinálom a missziókat. Elkészültünk valami bankrablásra, meg zsetonokat, hamis zsetonokat foglaltunk le, vagyis egy hamis zsetongyárat robbantottunk fel, meg ilyeneket csináltunk ma. Igazad van. Hát jó, de
Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you gonna tell him? Not to think milyen húsból csinálod a hamburger húst. I'm really screwed. Az ilyen fagyasztott, azt amúgy is meg kell sütni. Meg nyilván a jó minőségű marha az, amit lehet véresen sütni. But I couldn't lay off the blow, so I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came, de például itt Pesten van olyan hamburgerező, több is, ahol amikor kirendeled a hamburgert, akkor megkérdezik, hogy hogyan kérdezed. So now I spend my days waiting for one family to catch me and play. Hogyan szeretnéd a húst? Jól átsütve. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming. Hát a fagyasztottat azt mindig meg kell sütni. Az nem olyan, mint a friss. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital. Én viszont még soha nem tudtam csinálni normális hús fogácsát. Tehát nekem mindig szétesik. Okay, okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! Na már megint eltűnt az autóm. De nem vinnék el állandóan az autó. Jó, ott van az autó. Mindegy. Jó, most már nem megyek vissza. Ezt mi még most is csináljuk. Hello sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Hú, ott egy Hammer. Visszaszám. Most nyílt egy új hely a munkahelyem környékén, ezt szerdán meg akarom kóstolni. Az a neve, hogy Krumpello. Ilyen sajtos, krumplis, darált húsos cucc, mint szerdán szeretném megkóstolni. Ugye mindig ki kell tapasztalni a dolgokat, hogy hol lehet, mint lehet, meg mi ízlik neked. Lehet, hogy az, amit neked ízlik, az másnak nem. Miből van ez a...
Kiből van ez a mentő? De... Jó, sémá el. Jó napot kívánok! Kérem, miközben megyünk előre, tolja le a nadrágát, hajoljon előre, és köhögjön. Az Anal Intruder 2000 vizsgálógépet fogom használni. Uram, önön? Meg kell néznünk, hogy hogy van a prostatája. Az a jó, hogy tudom. Az a jó, hogy ha megtaláltad a kis márkádat, mi nagyon sok mindent X helyen veszünk, mert egyszerűen jobb. Lidlibe a szalámit, tésztát az Osamba, ilyenek, tehát hogy mindennek megvan a helye. Pam pam param pam 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 pam. Menjünk még egyet randizni, mentőautóval visszem randizni, ne vicceljünk már. Ne, end submission, köszönöm. Nem akarok megmenteni embereket. Lehet, hogy még nincs otthon, még korai lenne. Hol esett? Azt mondja. Ó, itt van a hölgy. Most nem hoztam ajándékot. Hello, CJ, what's up? Hey, how you doing? I'm getting hungry. I thought we'd get chased by the cops, but I prefer your plan. Elnézést, hölgyem! Próbáljon már meg beszállni. Hát, talán... most elviszem koktélozni. Á, nincs olyan késő. Drágám, nyomjak szirénát? Figyelj, hogy megyek szirénával! Sajnálom. Na, szerintetek ez ilyen turmixozós csaj? Vagy megint elveszítem a... Ide? Hogy tetszik ez a hely, drágám? Kap be! Thanks. Maybe we'll do this another time. I'm out.
out all night and sleep all day. Uh-huh. Bekaphatod? Legközelebb elviszlek egy Mekibe. It's the quality of the rubber that makes a good mask. Yeah, this is really interesting. Jaj, de jó. Nem lehet átmenni. Ennyi. Ez ilyen úri hölgy, de biztos, hogy most elvittem volna az ízébe, az étterembe, ott is húzta volna a száját, mert most már fogadjunk Big Mac kellett volna neki. Akkor kap be. Állítólag nem tudom, hogy kell bánni egy nővel. Hát mindjárt veszek itt egy házat. Megveszem, nem tudom mennyibe kerül, de megveszem, hogy legyen itt a környéken mentőpontunk. Elnézést, mentőbácsi? Vagy rendőrbácsi? Na, még egy küldire van idő. Kb. Megvesszük ezt a szép taigát. Mennyibe kerül? 50 ezer. Dur neki. Egyszer élünk. Hát most megvettem ezt a házat. Jó lesz ez. Legközebb limóval megyek, szerintem van a limó a limó még van, azt hiszem eltéve a másik ott a garázsban. Úgyis mennem kéne összeszedni a pénzt. Na nézzük itt milyen küldetést adnak. Time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here. Get over here. Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. ikonikus autó. Amikor Elnek új autót kellett vennie, és a tesztika ügye be. Megvette, és akkor mondta, hogy Peggy, hogy itt van egy jó használt autókereskedés, és akkor mondja, hogy elmegy, és akkor... Elmegyek, veszek magamnak egy autót, és akkor este tolja haza, tudod, és akkor jajjaj, félkézzel eltolom, jó ez az új autó. Imádom. Meg amikor egyszer bementek az autómosóba, és akkor nem találták az autót. Az egyik kedvenc részem.
Pedig fölállt volna. Még ez is fölállt. Megyünk. Igen. Ez az a kedvenc. Igen, már emlékszem, hogy amikor piros dodge-ot vettem. Az egyik legjobb szitkom amúgy. Még egy olyat nem tudnak csinálni. Az az ember egy zseni. Szerintem még a Modern Family-ben is nagyon jó. Kár, hogy nagyon kevés szerepe van. Tehát, hogy így nagyon kevés filmben meg... sorozatban szerepel, mert szerintem az összes dolog, amiben szerepel Ed O'Neill, Port Ferlin kalandjai, Rémrendes család, Modern Family szerintem nagyszerűek. Vígjátékok. Nem kell mindennek, mindenkinek. Igen, de attól még ő viszi a poénokat, csak... Egy fafejű karakter, aki mégis szerethető. Szerintem ezt nagyon kevés ember tudja eljátszani. Hogy egy jobb autóval kellett volna jönni. Elfogunk most egy motort, vagy valamit. Itt is van. Bizony. Ez sem megy föl. Nem is lehet itt fölmenni? Nem megy föl a motor. Akkor erre megyünk. Azt gondoltam, le lehet vágni, de nem. Azok nem tetszenek nekem se. Nőknek valók. Már bocsánat. Nem hoztam izét.
biztos, hogy jó erre jönni. Érdekes. Ötös rendőrüldözés. Vége van. Akkor ott nem szabad elszállni. Szeretem a játékokat. Szerintem többet játszok, mint... Kerülöm a katonai bázist. Gyere! Aztán utána megint üldözőbe veszem. Azóta leugrott? Pa-pam, pa-ra-pa-pam, pa-pa-pa-pa-pam. Itt van valami fönt. Le tudok menni itt izé? Valahol, hogy ne kell helikopterrel menni, nem? Jó lesz, leszállok helikopterre. Hazamegyek helikopterre. Jó legyen. Szereti kapuják. Lévünk. Tehát mentünk, azt megyünk aludni, mert holnap óvoda, iskola, munka, minden egyéb.
Oké. Na, srácok, köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok, jót beszélgettünk, szerintem megint rekord összegű megtekintést ért el a stream. A problémám az, hogy most egy kis szünetet fogok tartani, ez azt jelenti, hogy legközelebb pénteken találkozunk, addig ugyanis nem lesz stream, bár előfordulhat, hogy egy-egy rövidebb alkalomra felugrom, de az nem, de figyeljétek az értesítéseket, pénteken találkozunk. Na, ciao, sziasztok, jó éjszakát!